hogy élte meg a Covid járványt? Nagyon nehéz volt, nem volt egy könnyű dolgunk. Szerencsére, mivel zöldségbetűmag szakmában dolgozom, ezért különböző okmányok segítségével tudtam működni, és amit lehetett az oltás megléte után szintén szabaddá váltak, nyitottá váltak a határok. Már csak azért is nehéz volt, mert rengeteg ismerősem, rengeteg barátom lett beteg, lett fertőzött. Volnának valami javaslatai, hogy hogyan lehetne megoldani azokat a problémákat, amelyeket a lezárás okozott? Leginkább azt mondanám, hogy minden embernek elsősorban az alapvető higiénés követelményeket kell, hogy betartsa. Nem csak a járvány idején, hanem mindennapi életben is, hiszen együtt élünk, az egészség az egészség mindenkinek csak egy van, ha köhögünk, tüsszögünk, a kezünket, a szánk elé tesszük. Mindenképp arra ügyeljünk, hogy nem vagyunk egyedül, hogy a mások egészsége is fontos, legalább ugyanolyan fontos, mint a sajátunk. Ako si zažíva pandémiu COVID-19? Tak ako študent bol práve to problém, že sme sa učili z domu. A čo ako na vysokej škole, ako začínajúci, bolo dosť ťažké, že som nepoznal spolužiakov a nepoznal som ani učiteľov, vlastne rok a pol sme sa učili z domu. A keď sme nastúpili po tomto roku a pol do školy, tak to bol veľmi zaujímavá situácia, že sme nepoznali nikoho, s kým sa vlastne stretávame dennodenne a cez počítač, tak to bolo také zaujímavé a ťažké určite, lebo keď to porovnáme s tým, že vlastne ako sme sa učili z domu a ako v škole, tak neporovnateľné. Mal by si nejaké návrhy, ako by sa dali odstrániť škody, ktoré spôsobilo uzatvorenie počas pandémie? Určite také akcie, ako bola naša dnešná v našej obci, pomáha ľuďom sa stmeliť a akože spolupracovať a stretnúť sa s priateľmi, čo je veľce dôležité. Hlavne po tých skoro dvoch rokoch, troch rokoch, čo sme boli zavretí doma, je určite takáto socializácia potrebná. Hogyan érte meg a koronavírus járvány? Hát, mindig otthon voltunk, mindig be voltunk zárva, úgyhogy egész nap csak otthon voltunk, sehol nem jártunk. Úgy védekeztünk, hogy szájmaszkot hordtunk, semmi mást, mert mink otthon voltunk, többnyire otthon voltunk, no, nagyon keveset. Meg üzletbe se jártunk, csak egy, mert nem engedtek be. Mi hiányzott a legjobban? Hogy nem találkozhattam a családaimmal, a gyerekeimmel, lányommal, unokámmal, ez hiányzott a legjobban. Szerencsére túl vagyunk már a koronavírus járványon. Ön hogy élte meg az epidémiát? Az az érdekes, hogy én nagyon könnyen éltem meg az epidémiát. A betegséget hál' Istennek nem kaptam el, viszont annyit könnyített a munkánkon, mivel home office-ban dolgozom, hogy az online térbe helyeződött rengeteg konferenciánk, ezáltal rengeteg üzemanyagot megspóroltunk, hogy az online térben mindent meg tudtunk oldani. Mi volt a legnehezebb az ön számára járvány alatt? Az élő találkozás hiánya az emberekkel, tehát hogy az emberi kapcsolatok egy kicsit meglazultak, és nagyon jó dolog, hogy most újra együtt lehetünk, újra élő kapcsolatokat építhetünk, és nem az online térben kell kommunikálnunk.